1979-ben indította a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az Év Madara programot. A szemléletformáló, ismeretterjesztő kommunikációs akció célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a veszélyeztetett fajokra. A kezdeményezést az indulás óta más szervezetek is átvették, már van például évfája és gombája is. 10 éve pedig a lakosság választhat 3 madárfaj közül. Évmadarának lenni alapvetően nem jó, az esetek többségében ugyanis egy természetvédelmi problémáról kell kommunikálni egy adott faj vagy csoport az évmadara a madarai kapcsán. Ez úgy működik, hogy a szakmai stáb összeállít egy 2-3 tematikus madárcsoportot valamilyen rendező elv szerint, vízimadarak, énekesmadarak, stb. Ezeket a koncepciókat az elnökségünk elé tárjuk, és akkor az elnökség eldönti, hogy mi legyen az a 3 faj, amit aztán szavazásra bocsáthatunk. Ugye a jövő év madara kapcsán az agrártáj veszélyeztetett biológiai környezete volt a fő vívő elv. Az alig 15 grammos pingponglabda nagyságú madárral szinte bárki találkozhat, aki földutakon, füves árokparton, nedves réten legelőn jár, hiszen a kismadár Magyarországon is rendszeresen fészkel áprilistól augusztusig. Évente 2-3 fészek aljat rak, amelyek 5-6 tojásból állnak. Vonuló madár márciustól októberig láthatjuk, de alkalmanként áttelel egy adott területen. Ez a pici, sötét, fekete és rozsdás színű, fehér nyakörves pici madárka általában a gazszálak csúcsán szokott figyelni. Onnan vadászik, ugrik le a földre és fog rovarokat, pókokat, és közben ezt a jellegzetes hangját, az csuk-csuk-csuk hangot hallatja, innen is van. Régebbi neve cigány csaláncsúcs, van egy másik faj, az a rozsdás csaláncsúcs, ő kevésbé sötét, inkább tényleg a rozsdás színek jellemzők rájuk, és ez a csaláncsúcs is a viselkedésre utal, tehát az, hogy valamilyen vékony növényi szálak csúcsáról figyeli a tájat, és onnan vadászik. A zárt erdők és lakott területek kivételével gyakorlatilag bárhol láthatjuk. A cigány csuk 6 évig él Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 25 000 forint.